farsangi időszak Vízkeresztől január 6-ától egészen hamvazó szerdáig, vagy húshagyó keddig tart. Addig nagy-nagy dínomdánomokat rendeztek az emberek, nagy evés-ivást, ami azért így a karácsony-szilveszter után ez azért egy erős történet, főleg a disznóvágások után. És ha már disznóvágás, akkor el kell mondani, hogy rengeteg húst, tepertőt, tepertős pogácsát, kocsonyát ettek az emberek. Az a lényeg, hogy gazdagnak kellett lenni az asztalnak. Tehát nagyon sok hús volt benne, amit találtak, baromfi féléket is, mert hogy ez, hogy nagyon jól laktak, és zsíros, nehéz ételekkel laktak jól, ez azt jelentette nekik, hogy majd az állataik is nagyon jól fognak lakni, és jól fognak gyarapodni, vagyis hízni. Jellemző volt több tájegységen is, hogy fekete tyúkot vágtak farsangkor, mert azt gondolták egyes tájegységeken, hogy a fekete tyúk mája, az tulajdonképpen egy gyógyító, csodatevő dolog, és ez szintén egy varázslás volt, hogy egészségesek legyenek majd a baromfiak, a lábasjószágok és a családtagjai is, meg a termés is jó legyen. Más tájokon is, ahol még fekete tyúkot vágtak, varázslásra vágták a fekete tyúkot, ott a vérét fölfogták, kiszárították, és a későbbiekben az év folyamán ennek a porával gyógyították a megbetegedett állatokat. Én most nem fekete tyúkot készítek, hanem egy részeges csirkét vagy tyúkot, ami szintén egy nagyon jellemző recept, szinte az egész magyar nyelvterületen. Ez egy kicsit savanykás étel. És ugye a nagy dínomdánomok másnapján reggel hát kellett egy kicsit csillapítani a gyomrot, és rengeteg ilyen receptet készítettek, ami savanykás. A kórhelylevesektől kezdve a savanyú kolbászos krumplilevesen át, a konyakos kacsán át, a boros, vagyis részeges csirkéig. Ez ezer variációban létezik ez a részeges csirke, attól függ, hogy melyik tájegységünkön járunk. Én most az egyik legegyszerűbb variációt mondom, de egyébként akármilyen zöldséget is lehet még hozzárakni. A lényeg az az, hogy fehér borban kell megsütni, megpárolni a csirkét. Először is jól besózzuk a hússzeleteket, a combokat, a húsos részeket, a melleket, esetleg a szárnyakat is, de vannak olyan területek, ahol egyébként egészben teszik a zöldségágyra rá a csirkét, jól befűszerezve. Fontos fűszere a majoranna a részeges csirkének. Hogyha valakinek van esetleg már előfordulhat kis cserében friss majorannája, akkor természetesen használja azt, mert az még erősebb, intenzívebb ízű. És akkor jön egy kicsi bors, az vagy volt rajta az ételeken, vagy nem, attól függ, hogy milyen történelmi időket éltünk, hogy hozzájutottak ehhez a fűszerhez, ami időszakonként nagyon-nagyon drága volt, vagy nem jutottak hozzá. Ha nem jutottak hozzá, borsikafűvel helyettesítették. Na, utána fogjuk a szeleteket, és rátekerünk ilyen jó kis húsos szalonnát, ez is egy fűszer lesz a húson. És mivel a borhoz nagyon jól megy az alma és a körte, ehhez az ételhez körtét raktak hagyományosan a többi zöldség közé, és az is ad egy ilyen kis friss, kicsit savanykás ízt majd a végén az ételnek. Soha nem fordulhatott elő farsangban, hogy ne legyen elég étel az asztalon, hiszen ez tényleg a bőségről kellett, hogy szóljon. Ha nem arról szólt egy családnál, akkor féltek, hogy abban az évben, abban a mezőgazdasági évben nem lesz szerencséjük. Fogjuk a sütőedényünket, és az aljába belerakjuk a zöldségeket. Nem kell apró darabokra vágni, hanem csak így négybe, a burgonyát is, a körtét is, a vöröshagymát is, a fokhagymát pedig nyugodtan, akár gerezdekben, vagy egy fejet félbe, negyedbe vágva rakjuk hozzá. Vannak tájegységek, ahol még főtt babot is öntenek így a tepsi aljába, sokkal gazdagabb lesz tőle a köret.
pillanatok alatt elkészíthető, és nagyon ünnepélyes és nagyon különleges étel lesz belőle. Tehetünk alá akár egy kis sárgarépát is, jó kis édes ízt ad, és még gyönyörű is lesz tőle. És akkor fogjuk a csirkét, és ráhalmozzuk a zöldségek tetejére. Fogjuk a bort, jó száraz fehér bort, hogy jó sava legyen, és körülbelül 2 decilitert aláöntünk. A zöldségek miatt még egy pici sót köré, de a húsokból meg a szalonnából annyi kijön, hogy ez bőségesen elég. Most betakarjuk, úgy tegyük rá a fóliát, hogy ne érjen a húsokhoz, vagy ha van fedeles cserépedényünk, vagy jénaitálunk, akkor tegyük rá a födőt, és szépen 180 fokon bő egy óra alatt puhára pároljuk az egészet. Majd vegyük le a tetőt, húzzuk fel a sütő hőmérsékletét 220 fokra, amíg meg nem pirul gyönyörűen a szalonna a csirkék tetején, addig süssük, és akkor onnan kezdve pedig mutatom, hogy hogy folytatódik. Olyan illata van, hogy az őrület, de még egy picit fokozzuk ezt a csodát, kitálaljuk, levesszük a vajpuhára sült húsokat, és ide nézzenek, milyen gyönyörű ez a körtés, burgonyás zöldség, és ott van az a kis szaft, és azzal fogjuk az egészet megbolondítani, az egy eszencia. Át is szűröm, hogy szép sejmes mártásunk legyen. És ezt a szaftot most jól beforralom, és a végén 1-2 evőkanálnyi hideg vajjal elkeverem, attól gyönyörű fénye lesz, és az egészre így középre ráöntöm, attól még szaftosabb és illatosabb lesz. Tényleg egy igazi farsangra való, csodás, gazdag, illatos fogás. Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az egy.hu receptkeresőjében.